A múlt hét közepén egy gázpalackok lerakataként is működő boltot veszélyeztető avar és nádas tűzhöz riasztották a karcagi tűzoltókat. A lángok a Nyár utca házsora mögött csaptak fel, és a teljesen száraz környezetben gyorsan terjedtek. A kivonult egység 2 óra alatt megfékezte és felszámolta a tüzet, sérülés nem történt, és az épületekben sem keletkezett kár. 14 óra 11 perckor érkezett a jelzés a karcagi hivatásos tűzoltóparancsnokságra, miszerint Karcagon a Déli Báb utca és a Nyár utca közötti üres telken avar és nád ég, lakóházakat veszélyeztet, és egy bolt területét is veszélyezteti, ahol gázcseretelep működik. A karcagi egységek Karcag 1-es 6 fővel és Karcag víz 2 fővel vonult a helyszínre, körülbelül egy 50 perc alatt fékezte meg a tűzesetet.